Köszöntöm Önöket! Ebben a műsorban továbbra is mesélünk. Beszélgetünk a médiáról, rádióról, televízióról, újságokról, időnként könyvekről is, és ma mindenről szó lesz, és egy olyan emberrel beszélgetek, akit Önök is nagyon jól ismernek, hiszen itt is több műsora van, Szegvári Katalinnal beszélgetünk. Nagy szerencsének érzem, hogy ez a felvétel éppen most az őszi szünetben van, ugye az iskolába nem kell menni, mert hogy tanítasz. Igen, tanítok, szeretek tanítani, teljesen mindegy, hogy általános iskolába vagy egyetemen. Egy idő után rájöttem, hogy ez az én igazi világom a tanítás, és ha a rendszerváltás előbb van, akkor lehet, hogy ilyen menedzserrel lennék nagy művészeknek, mert imádok röptetni tehetséges embereket. Végül is a televíziós műsorokban ezt meg is tudtam valósítani olyan értelemben, hogy olyanokat mutattam be, meg itt is, a Heti TV-ben, akiket tehetségesnek tartok, akiket szeretnék népszerűsíteni, úgyhogy mindegyiket nagyon szerettem, amit csinálok. Ó, hát rengeteg dologról tudnánk beszélni, de erről eszembe jutott az, amit mondtál, hogy tulajdonképpen a részben a te ötleted és a te szervező készségednek az eredménye a Halhatatlanok Társulata. Hát ez úgy pontos, hogy a Stúdió kulturális magazinból nőtte ki magát, Érdi Sándorral, aki ugye a főszerkesztő volt, elhatároztuk, hogy a rendszerváltáskor sokkal többet foglalkozott minden médium a politikusokkal, és a művészek eltűntek a címlapokról, sokkal kevesebb interjú volt velük, kevesebb tudtak megjelenni tévében, rádióban, és a politikusok átvették ezt a szerepkört. És akkor nagyon elkeseredtünk, hogy ez így nincs jól, és akkor kitaláltuk, hogy mi lenne, hogyha lenne egy olyan műsorsorozat, ahol a nézők szavazhatnának a művészekre. Tehát nem állami díj, nem valami hivatal adja, hanem a közönség adja a díjat, és ez nagyon bejött, és a színészek, nem csak színészek, a táncosok is, operisták is nagyon boldogok voltak, mert ez volt életükben az első olyan díj, amit a közönség szavazott meg. Így indult a Halhatatlanok Társulata, eleinte még szavazólapok voltak az újságokban, amiket kivágtak a nézők, és a négy lehetséges jelölt közül beixelték azt, akire ők szeretnének szavazni. Hát aztán, ahogy a technika fejlődött, ez megváltozott. És hát azt is mi találtuk ki, hogy legyenek lábnyomók, tehát legyen ennek egy fizikai megvalósulása. Nem mi találtuk ezt föl, mert hát a Bécsben is van ilyen, Hollywoodban is van ilyen. De hát a pesti Broadway-n helyezitek el a lábnyomokat mostanában. Igen, nem véletlenül, hát már majdnem 200 lábnyom van. És tényleg annyira boldogok a művészek. Emlékszem, hogy amikor Udvaros Dorottya halhatatlan lett, fölhívott, hogy mikor lesz már kinn a lábnyom, meg külföldről jönnek rokonok, és meg akarom nekik mutatni. És hát egy ilyen tragikus pillanat volt az is, hát később minősült annak. Dunai Tamás lett tavaly halhatatlan, nagyon örült neki, és hát ott van a lábnyoma, és Róna Egon csinált vele egy portrét, mert minden nyertessel csinál, és ott azt mondta, hogy ez azért jó ez a lábnyom, mert hogyha én már nem leszek, a gyerekeim, unokáim arra mennek, és azt mondják, hogy itt van apa, itt van a nagypapa. És egy évre rá már a lábnyom elhelyezése után nem sokkal meghalt. És hát nem jó a szó, de annak örülünk, hogy ez megtörtént az ő életében, és hogy ezzel neki nagyon nagy örömet okoztunk. És mennyi művész van, aki már nem él, igen. Igen. És járkálnak ott az emberek, sétálnak és olvasgatják a neveket, és belepróbálják a lábnyomukat, a művészek lábnyomát. Igen, hát Kállai Ferenctől kezdve, Sinkovics Imréig, Simándi Józsefig, Besenyei Ferencig, Hofi Gézáig, akik már nem Tolnai Klári, akik már nem élnek, de
amikor a műsor elindult, még éltek, és ezek a nagyok mind ott vannak. És a haladatlanok társadalmából nem lehet kiesni, hogyha valaki eltávozik a földi létből, azért megmarad a haladatlanok társadalmának tagja, nem úgy, mint a, ugye a nemzet színészei mindig újat választanak. Igen, itt nem változik, és nagyon örül aztán, ahogy kormányok jöttek, mentek, hol volt a Magyar Televízióban Halhatatlanok sorozat, hol nem volt. Aztán végül is nagy örömünkre az ATV megköszönte. Igen, hát ezt akartam is kérdezni. Ugye ez egy igazán közszolgálati dolog, ez a Halhatatlanok társulata. Miért nem a Magyar Televízióban? Hát annak nem kellett. És akkor egy napon arról beszélgettük azért is annyival, hogy még tegyünk egy újabb kísérletet. Ez nekünk nem pénzkérdés, mi nem áruljuk ennek a jogát. Csak jó lenne, ha megmaradna, és akkor Rónai Egonnak elmondtuk, és az Egon az, hát ő boldog lenne, mondom. Mi meg szintén, főleg, hogyha ki tudjuk kötni, hogy ez a te nevedhez fűződjön. És akkor ő beszélt Németh Szilárd főszerkesztővel, aki boldogan fogadta, és azóta van. Mi már tevőlegesen nem veszünk benne részt, olyan értelemben, hogy szavazunk, tehát hogy kikerüljön a szavazó oldalra, tanácsadók vagyunk, sok mindenről megkérdeznek minket, de ez most már az ATV-jé, és az a nagy szerencsénk, hogy Egonon kívül van ott egy programigazgató, egy műsorigazgató, a Nagy Márta, aki, én azt hittem, hogy én vagyok a leggyorsabb, a leghatékonyabb, a legintenzív, na hát ő még nálam is gyorsabb, nálam is intenzívebb, és nagyon szereti ezt, és nélkül ez nem működne. De mondom, mi már csak tanácsadók vagyunk. Az nagy megtiszteltetés volt, hogy tavaly fogalmunk nem volt, hogy az történik, hogy kihívtak minket ott a Nagymező utcán az avatásnál a színpadra, és hárman, Szinetár Miklós, Érdi Sándor és én, a Halhatatlanok társulatának tagjai lettünk, kaptunk egy kis szobrot, mert azt tudni kell, hogy Szinetár Miklós kezdettől fogva a gála műsorok főrendezője volt, tehát annak idején volt egy szép gála műsor, ahol köszöntöttük a halhatatlanokat, valamint ő a kuratórium, a szavazó kuratórium elnöke is, úgyhogy mi hárman tiszteletbeli halhatatlanok lettünk. Na, ez azért szép. Hát jó, hát úgy meghatottunk, hogy tényleg nem tudtunk semmit. És akkor, mikor kiszólítottak hármunkat, hát majd elájultam én a maga. Én bőgtem is, de hát én szoktam meghatódni. Mondd, most egy nagyon erős kontraszt. Ugye, amikor egyetemista voltál, magyar-német szakon végeztél. Igen. Így képzelted el az életedet? Nem, nem. Nem, én televíziós akartam lenni, de azért, mert a Balogh Máriát láttam mindig a tévében, hogy gyárakból közvetít, és én gyárakból akartam közvetíteni, mert én imádom a gépeket, a technikát, nekem hatalmas szerelőkészletem van otthon, én egyedül javítok mindent, és ez a digitális forradalom, ez az én világom, mert megtanultam, amit csak lehetett a komputeren. Én be tudok állítani televíziókat, telefonokat, javítok mosógépet, amit kell, és én ez akartam lenni, hogy gyárakban ott állok, és bejelentkezem a gyárból, és megmutatom a folyamatot, hogy mi hogy készül, ezt imádtam, ezt akartam lenni. De ehhez képest a Sportriporter kerestetik vetélkedőre jelentkeztél, és a győztesek között is voltál, csakhogy, azt mondta Vidrai Tamás, hogy... Hát igen, én azért jelentkeztem Sportriporternek, tudni kell, hogy az én apukám színész volt egyébként, és az ő egyik legjobb barátja ott dolgozott a televízióban. Tehát ha ő szól, hogy én a kislányom, akkor ő elintézte, de én mondtam, hogy nincs kislányom, én szabályosan be akarok kerülni. Igen, ám, de mikor a rendes riporterkerestetik versenyek voltak, akkor én nem voltam Magyarországon, mert
nyelvet kellett tanulnom, hát gyakorolnom, és az NDK-ban dolgoztam, nagyon szegények voltunk, és én dolgoztam az NDK-ban egy szörmegyárban, eladó voltam egy áruházban, tehát mindig lemaradtam. És akkor a Komlós Péter, aki operatőr volt, és nekem gimnázium évfolyamtársam volt, mondtam neki, hogy intézem el, hogy én Vitrai Tamáshoz bemehessek, és tanácsot kérjek, hogy én hogy tudnék tévés lenni protekció nélkül. És akkor Vitrai azt mondta, hogy hát ért maga, két kislány voltam, egész ilyen himeztem egy ruhát, hogy egy szép kis tulipán legyen azon az egyszem ruhámom, ami volt. És kérdezte, hogy hát indul egy ilyen sportriporter verseny, de nem a képernyőn, hanem kulisszák mögött, hogy értek-e a sporthoz, és mondtam, hogy értek én. Apukám mindenhova hurcibált magával, és apám nagy sportrajongó, és mondom, hát amit nem tudok, azt megtanulom. Írja is a könyvébe, hogy hihetetlen elszánt voltam. Hát mondom, jó, hát akkor kerüljek be így, nekem ez is jó. És 4000-en jelentkezt, pályabelépő volt a címe, több stáció volt, először írásbeli, de név nélkül, tehát ott nem lehetett csalni. És akkor volt tudósítást kellett írni, aztán volt olyan, hogy személyes találkozó Vitraival, Máre Remi rendezővel, Radnai Jánossal, a sportosztály vezetőjével, és végül 10. Gyulai Pista, Nem Élmák, Nézi Jenő, Szalai, Kaplár Efjóska, ilyenek kerültek be a... Te voltál az egyetlen nő? Nem, még volt egy lány, úgy tudom, hogy már nem él, de ő valahogy nem is akart képernyős lenni, ő inkább szerkesztő, de nagyon érted. Nem, ketten voltunk, Bartal Erzsi úgy hívták, ha jól emlékszem. És akkor ezt úgy azt jelentette, hogy kaptunk valóban egy pályabelépőt, tehát mehettünk a riporterekkel mindenhova, és nézhettük közel a munkáikat, de megmondta Radnai és Vitrai, mert akkor még egyetemista voltam, hogy azt tudni kell, hogy ez az ország nem fog elfogadni egy női sportriportert. Szóval hiába értek valami, minden sporthoz nem értettem, de ne reménykedjek. De azért a Müncheni olimpiára 72-ben elvittek, hát a német tudásom miatt. Lóti Futinak, tolmácsnak kis riportokat is készíthettem, de akkor indult a hét, és azt mondták, menjek oda, átjelentkezzek, mert hát ott tudják, hogy én megnyertem ezt, hát ha kellek ott, és akkor először a hétnél dolgoztam, igen. És akkor kellettél a hétnél. Hát az óriási gárda volt, akkor már Polgár Dénes volt a főszerkesztő? Nem, még nem. Polgár Dénessel egy napon lettünk státuszosak, nem. Akkor még Márványi György volt a főszerkesztő, és a két műsorvezető kezdetben Szepesi György és Vitrai Tamás volt. És a Dénes, a Molgár Dénes, aki hát világcsúcs volt, ővel egy napon vettek föl minket a tévébe, tehát ő addig nem dolgozott ott, én már itt-ott dolgozgattam, igen. Viszont a Polgár Dénesnek neve volt, hát, míg neked még akkor nem. Az maga volt, szóval ő kinyitotta nekünk a világra. Horváth Jancsi volt ott, Balogh Mari, dr. Tóth Gyuri, tehát Sugár András oda hívta, tehát ő valósította meg a helyszíni külpolitikai újságírást, tudósításokat, mert addig csak külföldről jöttek filmek, azt összevagdosták és alámondták. Nagyon sokat tanultunk a Dénestől, mindig bejött reggel, nagyon pici ember volt a ajtó mellett egy cég, nem ért le a lába, és mesélt nekünk a világról, és csodákat mesélt, és tanított minket, és olyanokat, csak mondom, vicces dolgokat mondott, de nagyon, nem csak azokat, de az egyiket elmondom, az nagyon édes volt, hogy ő mindenkit meg tudott szólítani külföldön, nagy embereket, és akkor mondta nekünk, hogy azt kell csinálni, hogy a kamerát a WC-m előtt kell elhelyezni, és mikor mennek be, a nagy emberek előtte meg kell ígértetni, hogyha kijönnek, akkor adnak interjút. Hiszen amikor mennek befelé, akkor nagyon sietnek, így bármit megígérnek. Igen, jó, hát ez vicc, de működött.
Úgyhogy az egy nagyon jó korszak volt, aztán a Dénes elment, mert sok probléma volt. A vezetéssel nagy vitái voltak, és akkor nekem az volt a szerencsém, hogy akkor az Érdi Sándor toborzott egy új műsorhoz. Ez volt a stúdió? Ez volt a stúdió, de már előtte is dolgoztam, neki volt egy Nézőpont című műsora, ahol ilyen nagyobb anyagokat lehetett csinálni. Az egyik ilyen anyag például Fischer Iván, akiről senki nem tudta, hogy kicsoda még, mert ők Bécsbe végeztek, nem egyik Fischer fiút se vették föl itt. És én hallottam a Kró Györgynek egy kritikáját az Új Zenei Újságban a rádióban, és mondtam, ki ez a Fischer Iván? És akkor csináltam róla egy anyagot, nagyon nagy balhé volt, mert a zenei nagyságok itt kikérték maguknak ezt a sztárolást, egy ismeretlen sztárolást, de az volt az első nagy áttörése Fischer Ivánnak. De ott mindenfélét egy nagyon jó olvasási módszerről, mindenből balhé volt, de végül is minden színetár tartotta a hátát, és végül is minden átment. És akkor kezdődött 80-ban a stúdió, és oda hívta Kepest, engem, Györfi Mikit, aztán Baló Gyurit, Petrányi Jutkát, és nagyon vonzó ajánlatot tett. Abban az időben ennél vonzóbb ajánlatot nem kaphattál, nevezetesen, hogy mindenről nem beszélhettek, nem csináltok anyagot, de miről nem akartok, arról nem kell. És ez, na most akkor annyi érték volt a kultúrában, bemutatók, új filmek, könyvek, kiállítások, hogy mindig fontos dolgokról tudtunk beszélni. De azért sokszor álltatok a szőnyeg szélén is. Hát igen, voltunk raporton, hogy ne. Hát a Sanyi rendszeresen járt Nagy Rihárddal Acél Györgyhöz, de a Rihárd annyira szeretett minket, a Nagy Rihárd, akit egyébként azért küldtek a televízióba elnöknek, hogy ott csináljon már rendet a sok liberális fazon között, de ő meg annyira megszeretett minket, hogy más se csinált, mint védte a csapatot. Minket úgy hívott, hogy a Csikó csapat, azt mondta, a Csikó csapatot nem engedem bántani. Igen, jártak Acélhoz, az első két műsorból iszonyatos botrány is volt, mert teljesen szokatlan volt, meg Jancsó Miklós rendezte meg. Szóval volt ott balhé, de valahogy mindig megúsztuk, hol így, hol úgy. Úgyhogy azért az Acélról tudni kell, hogy ő egy nagyon művelt ember volt. Ő pontosan tudta, hogy ki kicsoda, hogy mit írt, hogy milyen bemutató volt. És amikor letilt, emlékszem, iszonyú balhé volt a Haraszti Édeske mobil szobraiból, hogy ez már nem megy, az nem, ez az absztrakt művészet, ez nem megy. Soha nem mondta, hogy tehetségtelen a Haraszti Édeske, Haraszti István, de mindenki édeskének ismert. Nem mondta, hogy idegen szívű, nem mondta, hogy amatőr, azt mondta, hogy nem. Eddig lehet, és nem tovább. Hát volt Nádas Péter interjúból balé, de valahogy minden aztán úgy a helyére került. És amikor a stúdió megszűnt, és tulajdonképpen te is megszűntél, vagy a televízióban, az nagy törés volt neked? Hát az ilyen részlegesen szűnt meg, mert minden kormány alatt bal, jobb alatt is megszűnt a stúdió. Ebből látszott, hogy sehova nem húztunk igazán. Nem, hát ez ilyen... Ez úgy volt például, hogy az Érdi Sanyi onnan tudta meg, hogy ő már nem vezető, hogy nem kapta a vezetői pótlékot. De ezt nem tudta, csak kiderült, hogy nem érkezik meg a számlájára. Akkor a stúdió megszűnt úgy is, hogy forgatás volt egy színházban, és a titkárnő telefonált, hogy nem kéne már forszírozni, mert már jövő heti rádiós tévéjűságban nem is vagyunk benne, de nem szólt senki. Akkor... Ez 90 hányban volt? Most nem tudom, hogy hányban, még gondolkodom, de mindegy, mert a... De már a rendszerváltás után jóval. Persze, hát jóval, hogyne. És akkor olyan is volt, hogy akkor kormányváltás, akkor visszakerültünk, mégis legyen stúdió, akkor azt is megfúrták, azt bentről fúrták meg, mert azt hitték, hogy hát, hogy ők majd jobban csinálják, de hát ez volt egy politikai hátszél is, volt itt mindenféle.
Úgyhogy ez nem olyan egyszerűen, hogy fölrobbant, hanem hol volt, hol nem volt, ez a műsor címe is. És akkor egyszer csak nem volt, de akkor már tanítottam a Szegedi Egyetem Pesti Karán, amit Havas iskolának hívtak, aminek az Herik üzemeltette azt az épületet, és ő is, de hát mi a Szeged, ő is, és mi is a Szegedi Egyetem Pesti Karához, vagy a Szegedi Egyetem Pesti Kara volt ez, és ott nagyon jó volt, ott is az Érdi volt a főnököm, mert ő lett, amikor őt is kirúgták, akkor lett ő az oktatási igazgató, úgyhogy jó volt. Jó. És ezek kielégítettek téged? Tehát a tévés múltad után ez nem volt nagy... Nem, ez nem, a tanítást imádtam. Nem, azt nem, jártam Szegedre, Pestre, nem, abszolút kielégítettek, jó volt, nem. De azért én, figyelj, az ember egyedül nevel föl egy gyereket, a szószoros értelmében egyedül. De nem lányanya vagyok, azért mondom a nézőknek, mindegy. Akkor így tolja meg előtt az éveket, és arra koncentrál, hogy elvégezte az általánost, a gimnáziumot, most megy a felső. Tehát egész másra koncentráltam, nem bírtam én magammal annyit foglalkozni, meg különben is azt mondtam, hogy hát nem kell örökké tévésnek lenni, ha tovább tart a sminkelés, mint a műsoridő, akkor abba lehet hagyni. Nem volt bennem ilyen nagy imidzsépítés, de valószínűleg azért nem volt, mert az életre kellett, a magánéletre kellett koncentrálni, és nekem a legnagyobb befektetés és dicsőség a gyerekem, úgyhogy az... Igen, ez már többször elmondtad. De ez így is van, ez komolyan így van, az nagyon-nagyon büszke is vagyok rá, három unokám van. Jó, de a gyerek kirepül egy idő után. Hát ki, de a tanítás jó. Figyelj, ha az emberben van egy egészséges exhibicionizmus, végül is a tanítás, és odaállsz fiatalok elé, és el kell varázsolni őket, akik sokkal fiatalabbak, mint te vagy, és el kell hitetni velük, hogy te még tudsz valamit nekik adni, akkor az is egy szereplés, az is egy sikerélmény. És én imádtam, mondta is néhány kollégám, hogy veled az a probléma, hogy te minden diákodat szereted. Egyébként igaza van, én minden diákomat szeretem, mert hát nem tudom, mert aki nem úgy, volt olyan diákom, aki hónapokig meg se szólalt. Ő nem megy kamera elé, ő nem ír sem. Jó van, ne. És a következő kurzusra visszairatkozott, és mindent megcsinált. Úgyhogy nem, ez tökre jó volt, és sikerélményem is volt. Tanítottál egyetemen, ahol tudták, hogy ki az a Szegvári Katalin. Most tanítasz egy általános iskolában, gondolom, német nyelvet. Nem németet, most nem. Már tanítottam németet is általános is. Nem tudják, de nem baj. De a nagypapák, nagymamák tudják, és van is, hogy mondja egy tanítvány, hogy a nagymamámnak mondja a nevét, a nagymamának tetszik emlékszem, hát az őrsvezetője tetszett lenni a nagymamám. De éppen ez a jó dolog, hogy még mindig tudsz valamit adni fiatalabbaknak, mint te vagy. És ez jó. És amiket én csinálok, hát nem az általános iskolában, nem, de amit egyetemről tanítottam a Zsigmond Király Főiskolán is, a több helyen, hogy én ezt összekötöm egy ilyen személyiségfejlesztéssel, tehát hogy megpróbálom elhitetni velük, hogy és el is hiszik, hogy mennyire fontos, nem elég az, hogy jót mondjál, hanem jól is, és hogy mennyire számít az, hogy milyen a fellépésed, és hogy tudod megnyerni az emberek bizalmát, a figyelmét, és rengeteg játékom van, most az idősebb generáció, nem az általános iskola, ilyen személyiségfejlesztő tréning is egyben, bár közben megtanítom a műfajokat is, de hogy mennyi ezekkel a játékokkal, hogy a saját bőrödön érdezd, hogy mennyire fontos az, hogy te mit, hogy tálalsz, hogy tudod a legszorongatottabb helyzetben is a legjobb formádat hozni. Ezt én tudom, azt hiszem, hogy tudom. Vannak olyan tanítványaid, akik
hogy úgy mondjam, sokra vitték, és most büszke vagy rájuk? Hajjaj, sokan vannak. De hát nem mind képernyőn, de a Rábai Balázsra azért büszke vagyok. Mert a Rábai Balázs az első órán tudtam az egyetemen, hogy meg kell simogatni a fejét, hogy jó vagy, és mindig többet adtam neki. De ott a Hajdú Eszter filmrendező, aki tartom a kapcsolatot. Van, nem akarom a többi nevet mondani, mert annyi van, de hogyne. Olyan is van, aki Amerikában élt sokáig, de tartottuk a kapcsolatot. Persze, és olyan is van, aki azt mondja, hogy mennyi, hogy tudott profitálni abból, amit én tanítottam neki. De azért közben itt is csinálsz műsorokat Edi TV-ben, és azért írtál néhány könyvet is, igen, amelyek nem voltak olyanok, amiket el kell felejteni. Nem, sőt, az első könyv, amiben te is benne vagy, a Hogy vagytok ti régiek, az kelt el a legtöbb példányszámban. Igen. Az a Mi generációnkról szóló könyv, és azt például minden magyarországi könyvtár megvette. De írtam a nem celebekről, nem celeb, csak híres, tehát azokról a kereskedelmi tévésekről, akik nem celebeskedtek, de azért értékes dolgokat, és mégis ismeri őket az ország, kezdve Erős Antóniától, bezárólag a Kotrocó Robertig, aki hírigazgató az RTL-nél, szóval nagyon. Aztán írtam ügyvédekről könyvet. Igen, ezt akartam kérdezni. Az ügyvédek hogy jöttek be? Ők nem tévések, nem híres emberek, már némelyikük. Van köztük ismert, igen. Úgy, hogy én imádom az ilyen filmeket, ahol jogi problémákról van szó, meg ahol ügyvédek szerepelnek, és azt láttam, hogy a magyar közéletben nagyon sok ügyvédnek van fontos szerepe és fontos ügyekben, és arra gondoltam, hogy nézzük már meg közelebbről, hogy tényleg ők-e az életcsászárai, akikre csak a pénzt lapátálják be a zsebükbe, és minden ügyvédről kiderült, hogy micsoda nehéz sorsból jöttek, micsoda múltjuk van, micsoda meghurcoltatásban volt részük a szüleiknek vagy nekik, és egyszer csak kiderül, hogy ezek a nagyon irigyelt emberek nem könnyű életet éltek. És ma is tele vannak kétségekkel, és mivel én szerettem ezeket a jogi... Azt hittem, hogy az ügyek lesznek érdekesekbek, és nem, az ő életük. Az emberek. Igen, sok. Sőt, van egy olyan könyvem, ami az első generációról szól, az egy ilyen picike kis könyv, az a címe, hogy az ott az első könyvem, hogy Képernyő őseim, az ő nagybetű őseim, és abban az első, tehát Megyeri, Balogh Mária, Molnár Margit, Vitrai Kovalik, tehát ez az első képernyős generáció, és hát van az egyenleg megszüntetéséről készült könyv, ahol ugye a ti interjúitokból áll össze a történet, hogy mi is volt az egyenleg bűne, miért szűnt meg, hogy szűnt meg, ennyi. Időnként, amikor készülök egy-egy beszélgetésre, és olyan emberrel beszélgetek, aki benne van valamelyik könyvedbe, akkor el szoktam olvasni ezt az interjút, és mindig az az érzésem utána, hogy ez a Szegvári, ez tud valamit. Mit tudsz? Hát figyelj, azt hiszem, hogy figyelni tudok emberekre, és ők érzik, hogy mindig mondom a diákoknak, hogy az, hogyha én kíváncsi vagyok rád, az kevés. Ha te nem vagy rám kíváncsi, akkor ilyen közhelyszótár lesz belőle. És azt hiszem, hogy akikhez én közeledek, ők is kíváncsiak rám, tehát meg tudnak nyílni. Fel is készülök, meg talán mindenki érzi, hogy ha már leülök valakivel beszélgetni, akkor nekem ő fontos. Valami miatt fontos. És ez be szokott jönni, igen. Remélem, hogy most azt érezted, hogy te is fontos vagy nekünk. Igen, igen, azt éreztem. És te is nekem. Hát már voltál interjú alanyom könyvben, kétszer is, mert az Egyenleg könyvben is, meg a Hogy vagytok ti régi játszótársak? Hát jó, hogy még vagyunk, sokan már nincsenek köztünk, ez nagyon fájó, de legalább megörökítettem őket. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és mindezt elmondtad. Még órákig tudnánk ezekről beszélgetni. Szoktunk is. Igen, nagyon érdekes volt, és köszönöm szépen. Én is köszönöm.